A 7 éves kapcsolat után nekem volt egy olyan évem, hogy nagyon jól éreztem magam, hogy azt mondtam, hogy atyó is, gyerekek, ez az ez, 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 élet csodája tökéletes. Nagyon-nagyon köszönöm neki, hogy, hogy annó ennek véget vettettünk, és így utólag nagyon-nagyon örülök neki, mert, mert ha visszagondolok, elképesztő sok minden történt azáltal, hogy mi már nem vagyunk együtt. Kezdem azt elfogadni, hogy nem feltétlenül van mindenkinek megírva az, hogy neked párkapcsolati téren kell kibontakozni. Jelen pillanatban jól érzem magam, és hogyha az dobja a gép, hogy, hogy, hogy nekem nem lesz, pá, nem lesz párom, akkor akkor megpróbálom azt élvezni, hogy hogy egyedül vagyok. Akkor, 2009-ben még azért nem így néztél ki. Ha És nem? most nem is csak a hajadra gondolok, de mondjuk kopasz, kopaszabb voltál, mint én. Igen. 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 Ja, nem! Nem. Várjál, de hát, kopaszabb de. voltál, igen. Kopaszabb voltál, André. Jó, bocsánat, most igen, én. felfogom. Meg hát egy kicsit olyan jobban el voltál így eresztve. Nem, nem mondom, hogy kövér voltál, Na nem édes, azt mondom. Többet fiasztok, a bögrét elviszem. Ez a szóló a palikék világában ezúttal velem, vendégen pedig Vásári André, énekes, hello. Szia, Tomi. Méghozzá milyen énekes, ugye? Öh, hát Jó, jó, jó énekes. Remélem. Más de... ugye mindig hozzáteszik, mert az lett a te különlegességed, amivel igazából ismertél váltál az egész országban, hogy, hogy ugye férfi szoprán vagy. Így hívják? Vagy hogy, igen, hogy hívják? Igen, 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 ez a hivatalos megnevezése. Öh, nem mutatlak a részletekkel, de, de ez egy nagyon ritka, nagyon ritka hangfaj. Hát engem érdekelnek a részletek, vagy unalmasak ezek a részletek? Öh, inkább ilyen szakmai történet, tehát hogy, hogy öh, az, hogy mitől ritka, meg hogy hol képződik ez a hang, meg hogy öh, ez ez egy született hangfaj, tehát ez ilyesmiről szól. De akkor ez egy született képességed, Igen. vagy adottságod. Igen. Hogy jön erre rá az ember? Úristen, um, igazából számomra ez mindig természetes volt. Tehát én azt gondoltam, hogy minden fiú, minden férfinek van ilyen magas hangja, van, csak nem használják. És... Um, egy, 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 valamilyen buliból jöttünk haza, annó még 18 éves voltam, és egy zeneművészeti egyetemre járó barátnőmmel voltam, és így énekelgettünk valamit, konkrétan egy ilyen nagyon-nagyon magas részét egy darabnak, és, és akkor így, így, amikor utána énekeltem, akkor ledöbbent ezen, hogy ezt ez te, ez, te hogy, tehát hogy ezt nők sem tudják és mondta, hogy jó, akkor másnap el kell jönnöd a mesteremhez, úgyhogy elmentem a mesteréhez, leültünk skálázni, elkezdtünk skálázni, és volt egy pont, amikor azt mondta a a, az ének hogy jó, akkor ő most így lezárja a zongorát. Ő még ilyet életében nem hallott. Nem mennyi. volt már több billentyű, nem? Hát lassan nem, már nem volt több billentyű. És, és közölte, hogy akkor menjek el orvoshoz, fül nézzük meg, hogy minden a helyén van, minden megvan, nem e valami ufó vagyok. Elmentem, megnézték, minden a helyén volt. És és én szép lassan jöttünk rá, hogy ennek mi a hivatalos neve, uh -huh. hogy kell képezni, stb. Úgyhogy... Ez így most, ahogy meséled, ez inkább ijesztőnek hangzik, mondjuk 18 éves fel. El, Ugye én nagyon örültem neki. Tehát én, én mindig szerettem volna kitűnni, úgyhogy amikor ez így, így, így official lett, hivatalos lett, hogy ez nagyon ritka, és hogy ez mi, akkor én akkor azt mondtam, hogy igen, ez lesz az, ami, ami, ami nekem az álmaimat. És akkor egy csomó munkát belefektettél, Persze. aztán majd erről is beszélgetünk, de azt mondtad, hogy, hogy mindig is szerettél volna kitűnni. Mm. Miért? Ugyanakkor, igen, mindig szerettem volna kitűnni, de én ilyen nagyon, nagyon fura voltam, mert nagyon nem szerettem szerepelni. Tehát utáltam verset mondani. Tehát én nem voltam egy ilyen családi ünnepséken, tudod, videókamerával, és akkor rögtön oda magam, és fú, nagyon nem. Sőt, én, én, a legelső fellépésemre is úgy emlékszem, hogy, hogy muszáj voltam lehet egy üvegpesgőt meginni, hogy kimerjek menni a színpadra. Mert, mert annyira, annyira nem, nem tehát úgy nem szeretek szerepelni, uh -huh. de mégis szeretem ezt csinálni. Tehát ez egy nagyon furcsa kettőség. És mégis ki akartál valahogy tűnni már kiskorodóta a tömegből? A két tűnés az, az nem feltétlenül úgy ért, hogy, 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 hogy a, a szerepelni, mindenáron szerepelni, uh -huh. hanem inkább valami olyat csinálni, ami ami extra, vagy ami, ami Amit különleges. Amit más nem tud. Igen, Aha. igen. Hát aztán mégis ezzel az adottságoddal, ami először még csak adottság volt, ezzel ez tényleg okay. sikerült. Igen, igen. Hát... Ez 18 éves korod környékén volt, azt mondod, amikor Igen. felfedeztétek. Aztán elkezdtél ö, nyilván énektanárhoz és különböző iskolákba járni, hogy ezt fejleszd. Uh -huh. ö, szerinted, hogy ez hamarabb derül ki, mondjuk már kisebb gyerekkorodban, akkor, akkor, akkor másképp alakul mondjuk a karriered? Hamarabb. Az kiderült, hogy muzikális vagyok, vagy majd muzikalitáson van hangom, tehát engem már ö, általános iskolában próbáltak énekkarba ö, kényszeríteni, áttettek énektagozatos osztályba, de nagyon-nagyon tiltakoztam, és mondtam, hogy nem, én maradni akarok a normál osztályomnál. Ö, tehát nagyon így ellene voltam minden ilyen dolognak. Ö, úgyhogy ö, ha akkor derült, ki akkor egyébként, ugye, az nem volt még olyan nagyon extra, mert amíg a fiúk nem utálnak Hát addig, addig mondjuk igen, addig van. cincogó hanguk, igen. hangjuk van, hangunk van. És utána pedig, utána, amikor ez, ez kiderült, és, és nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert én nagyon komoly szakembereknél kezdhettem, tehát nem, nem volt az, aki elroncson technikailag akkor ez egy nagyon kemény munka volt. Tehát konkrétan a, a nagy büdös semmire treníroztam magam meg, megképeztem magam, meghallgatások, versenyek, minden, és mindenütt eljött az, hogy úristen, ez mi, meg milyen különleges, de itt a 2000-es évek Magyarországáról beszélünk, illetve hát még, még igen, 2010-es évek, nagyon nem volt ennek kultúrája. Mm. De sem a nemzetközi szinten semmit, itthon. úgyhogy mindenki elismerte, hogy fú, ez nagyon különleges, nagyon ritka. De és akkor mit kezdjünk ezzel? Igen, ne? de, hogy nem Kb. tudunk. Se leszerződtetni, se szerepet adni, se semmi. De, de neked egyébként, hogy mondjam, a, nem tudom, hogy jól mondom, mert mindegy, hogy a normálének hangod is jó. Tehát, hogy tehát nem csak a szoprán A férfi hangomat is. A férfi Na, hogy így igen, mondjam, férfi igen. hangod. Tehát, az az érdekes, tehát, hogy, hogy az is... nekem egyébként mindig a mélyebb is... lágék, tehát a mélyebb hang. A hangok okoztak problémát, és, és valahogy ez is úgy egyértelmű tette, hogy, hogy ott szólok fent jól, tehát a szopránlágében uh -huh. szólok jó, De én a mai nap, tehát a fellépéseimen mindenki azt hiszi, hogy, hogy én mindig operát éneklek, de nem. A fellépések 85-90%-a könnyű zene, és ott természetesen használom a férfi, férfi hangomat is. Tehát nem az van, hogy vásári André, koncert, akkor 60 perc szoprán operária. Nem, mert az, az, ha csak nem komoly zenei vonalról beszélünk. De azért gondolom, azt is követelik. Te nem? Tehát a csillag születik Ö... óta, ahol, ahol hát igazából csak a szoprán hangoddal meneteltél végig. Uh -huh. Gondolom, hogy, vagy nem követelik az emberek, hogy akkor Ö... susogd el <laughs> <hú, de> <laughs> <laughs> a, a volt egyszer vagy vadnyugatot, vagy húhokd el a csoda, Mert ugye nincs szövege. Na mindegy. Igen, a volt egyszer egy nyugat attól attól nem szabadulok, de most már nem is bánom. Uh -huh. de, de a komoly zenei karrierem és a könnyű zenei, az hála Istennek teljesen külön. És ezt válik. lehet a kettőt külön párhuzamosan Ön... működtetni? Lehet, ha bár az igazság az, hogy most azért most már nagyobb, sokkal nagyobb százalék a könnyű zenei vonal. Aha. Akár ugye, ugye amikor musicalben énekeltem. Igaz, hogy ott is ilyen klasszikusabb hangképzésre kértek, de de talán, nem talán több a, több a könnyű zenei. A komoly zenei az, az az azért más, mert az egy más árkategória. <laughs> Tehát főleg azért, mert ezt nem tudja más csinálni. Aha. Itthon is és külföldön is. És tény és teljesen való, más, hogy teljesen máshol kezelik, amikor, amikor férfi szopránként komoly zenét éneklek, mint amikor mondjuk könnyedebb dolgokat. 2009-ben volt ez a születik, ugye, ahol te feltűntél? Az 2009 volt? Szerintem igen. Úristen, azt hiszem, 19, de hülye vagy nem, vagy, nem? Igen, 2009. Kis, hát, a... mondjá, André, én... hát ez már akkor volt. Na mindegy. Akkor még, igen. Hát akkor <suk> még <igen. suk> tojás helye a fenekünkön, mert én is dolgoztam benne, de most ez mindegy. Csak hogy amikor te ott feltűntél, akkor az egy, hogy, hogy mondjam, esemény számba ment, pont azért, mert furcsa volt, és egy kicsit olyan volt, mint egy, ilyen, mint egy ilyen cirkuszi ló, Ú, figyelj, vagy mutatvány, vagy nem tudom. Tudod, nem? Na. Az van, hogy hogy akkor még olyanok voltak a műsorok, ezt a kedves nézők, lehet, hogy nem is tudják, vagy hallgatók, hogy akkor nem volt direkt casting, hanem megkérdettek egy ilyet, és akkor több ezer ember eljött. Én emlékszem, hogy hogy, hogy, ilyen, ilyen kilométeres sorok álltak az RTL székház előtt, és én nem tudom, én vagy öt vagy hat kasztingot megcsináltam. De már mindent énekeltem. A Acsitári hegyek alatt, az operáz fantomjáig, a volt, minden. És emlékszem az utolsó kasztingra, ahol bementem, és ott ült vagy tíz ember, az egyik stúdióban, a kisebbik stúdióban ott ült, vagy tíz ember, és... és Hát nagyon nagy Elánnal mentem, és azt mondtam, hogy jó, akkor nekem ez volt az utolsó castingom. Tehát, hogyha most nem tudjátok eldönteni, vagy nem tudják eldönteni, akkor, 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 akkor nem. Gondoltam, hogy én ilyen nagyon menő leszek, de tényleg akkor már úgy voltam, hogy ez már minek ennyi casting. És emlékszem, hogy a, a, mindegy, nem mondok neveket, a, a, producer, amit azóta letisztáztunk, de így elkezdtem énekelni, és, és így, így mosolygott, vagy így nevetett fú, annyira előttem van. És hát ugye én akkor már azért dolgoztam színház, meg stb., és, és így nem reagáltam le, mert hát az ember ugye nem reagálja le. Utólag ő azt mondta, hogy nem, nem, nem rajtad nevettem, meg stb., de ez nagyon bennem van, nagyon ilyen, ilyen felháborodtam, meg így nem esett jól. És az egésznek ezt csak azért mondom, hogy, hogy Azért volt nekem nagyon-nagyon nagy segítség a csillag születik, mert pont nem úgy kezeltek szerintem, mint egy cirkuszi mutatvány. Lehet, hogy a háttérben én voltam a, a, ja, a nem, 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 a nem énekes, vagy nem tudom, ah, hogy. Nem arra gondoltam. Én arra voltam kíváncsi, hogy a, hogy a közönség hogyan fogadott. Tehát tudtak ezzel mit kezdeni Abszett. a legelején? Figyelj, Tudták a, hova tenni? Amikor a elénekeltem a volt egyszerű vadnyugatot, úgy amit a nézők már láttak ilyen casting vagy nem tudom, hogy hívják, akkor ott nem volt tapsoltató a, a izén, én úgy emlékszem, hogy felvételem. nem volt. Igen, Igen, a felvételem. És Elénekeltem a, a volt egyszerű nyugatot és azóta sem volt ilyen érzésem, de akkor én tudtam, még mielőtt a végére értem, hogy ez meg lesz, és annyira tudtam, hogy döntőbe is fogok kerülni, ezt éreztem, uh -huh. tudtam. Valahogy olyan, olyanok voltak az energiák, és ahogy vége volt, ott nem kellett felizélni a közönséget, hogy akkor most taps, hanem mindenki felállt. Igen, arra emlékszem, hogy ott a stencil volt. Igen, Tehát ott, akkor ott tudtam, el... hogy ez meg lesz, uh -huh. és hogy nem, nem fognak uh, majdnem azt mondta, velem, de hogy nem fognak sem olyat, a zsűri nem fog úgy viszonyulni, Na, illetve hát a zsűrit is lehetett látni közben, és azért ott olyan emberek. Hát, meg el. a zsűri biztos nem, mert nyilván ők azért felkészültek, vagy nyitottabbak voltak, mint Abszolút. mondjuk akár a közönség lehetett 2009-ben. Tehát, hogy téged sose bántottak akkor ezért. Ö, nem. Na most, ha az ilyen kommentelős dolgokba belemegyünk. Hát belemegyünk. Ott voltak kisebb-nagyobb bántások, de lekopogom valami miatt én ilyen nagyon durvát, tehát amit lehet hallani akár manapság, mert, mert ez ma már nagyon eldurvult, de akkor nem volt ennyire durva, száz üzenetből, ha kettő volt olyan, ami, ilyen negatív volt, vagy beszólás, hogy de hogy nem, engem hála Istennek nem, nem szedtek szét, vagy, vagy nem, utáltak. Mennyi ideig tartott a csillagszületik hulláma, amit, amit alányomott, amivel föltolt a magasba? Nagyon nagy szerencsénk volt akkor, mert abban az évben egyébként nem volt ö, a másik kereskedelmi csatornán tehetségkutató, emlékszem. Azt hiszem nem volt, igen. Talán a következő évben tízben volt, amikor az X-Faktor. Igen, jött. amikor jött az X-Faktor, és meg gondolom nem volt. És tudom meg mi. aztán is voltak. És nekünk ott volt egy olyan évünk, ami, ami tényleg rólunk szólt. Tehát az összes bulvárlap, minden, akkor legyen ön is millió mostól kezdve, fábrisóig, minden, minden műsorban mentünk hívtak, ott voltunk, és szerintem az, az egy nagyon nagy ö, segítséget adott. Én nagyon hálás vagyok az RTL-nek ezért. És én azt mondom, hogy egy olyan jó három, két-három évig ő nem nagyon kellett semmit se csinálni, nem úgy, úgy, úgy mindig jöttek a megkeresések. Ez sem. jól hangzik, de közben ez meg veszélyes, nem? Mert azt hiszed, hogy akkor most már ez így marad örökre. Ö, én amikor kijöttem a műsorból, akkor, ö, sőt már a műsor előtt, én már így elkezdtem így, így érdeklődni a menedzsmentek, menedzserek irányába, mert ugye nem 16 éves voltam, és tudtam, hogy azért ez a magyar, nagy magyar pop szakma miről szól, és, és rájöttem, hogy a legfontosabb az, hogy kikkel dolgozol a műsor után. Mert a műsor után ugye van az az egy év, amikor hú, de utána akaratlanul is azért már ott valami produktunk kell, meg oda kell tenni magad, meg stb. Úgyhogy nálam ez tudatos volt, és ahogy ez így alakult, is, úgy jöttem ki a bulvárból is, mert ugye addig elég keményen hogy benne kellett lenni, mert benne is voltam, de, de hála is ennek abból is így kimásztam, és egy ilyen másik irány indult el. És egy másik polcra kezdted el magadat Helyezni hát, Egyébként vagy... igen, ezt úgy hívják, hogy újra uh -huh. pozícionálás, tehát hogy így a, a, a felsőbb kategóriás dolgokba, tehát nem ö, semmi probléma a falunapokkal, meg a lecsófesztivállal. Abszolút semmi, egyébként de most kell, és komolyan, tök jó, igen, én is komolyan mondom. Meg, meg, ö, meg oda bizonyos fajta előadó művészek kellenek, mert, mert én csináltam, sőt, még emlékszem plázabulik, Atya úristen, gyerekek, hát ez nagyon kemény volt. Tehát előttem felépett a Bad Boys, izzi, félmesztően figyeljük, Én meg kiálltam a 14 éves kislányoknak. Na most ezt el tudod De nem köpködtek le? Nem, de az mindenkinek kellemetlen volt. Mert azt láttad, hogy így nézik, hogy mikor jön már a nem tudom, a Brass Bence. Vagy a Brass Bence, igen. A Brass Bence, ó, a Cuki, mikor jön? És akkor úgy mondtam... Hát akkor érted, nem a kislányok rajongtak, hanem a nagymamák. Te vagy, nem. vagy. De... nem, én anno a Universal Music megcsinálta a piackutatást, és és arra jöttek rá, hogy az én közönségem, és ez nagyon igaz a mai napig, ez a 25-30 pluszos uh -huh. női közönség. Uh -huh. Hát de az nő, jó, az a legértékesebb. Igen, meg hozzá. ők, ők meg is veszik a, a, vették a CD-t, meg a koncertjegyet, tehát hogy, hogy és szépen lassan úgy alakítottuk, hogy, hogy, hogy nem, nem volt semmi olyan fellépés, ahol én úgy kellemetlenül éreztem volna magam. Hát most egy kicsit lehet, hogy kellemetlenül fogod érezni magad, mert hogy Veszkőzsz azért... Vetkőzni kell? Ne, nem, hát történt? na, e pont miért erről van, akarok beszélni. Nem ez a, a vetkőzésről, de a, igen, aki kinél. Hát azért akkor, 2009-ben még azért nem így néztél ki. Hanem? És most nem is csak a hajadra gondolok, de mondjuk kopasz, kopaszabb voltál, mint én. Igen. igen? igen? Ja nem, nem várjál, de, hát, kopasz de, voltál, igen. de kopaszabb voltál, igen. Kopaszabb voltál, André. Jó, bocsánat, most igen, én. felfogom. Öreg, André bácsi már öreg, nem mindent ért meg. Rossz írában kopasz voltál, nem? az van, hogy mindenki így le van, le van benne visszanézek fényképeket, vagy láttam, és akkor azt mondtam, hogy basszusgurcs, tehát nagyon hát le volt. itt túl. volt, itt volt hajad, nem csak vég... le volt turva mindig a hajam egyébként vagy turva, vagy hogy Na, vágva, vagy, vagy nem, vagy turva, hát, hát nem, nem minden. Le, túr, szóval, le volt, le volt uh, szedve és uh, de nem volt annyi olyan, mint neked. Ez tény és való. Hát vala, valaha még nekem is több volt. Most ilyen porral van most... beszorva, hogy úgy tűnjön, hogy több. Igen, egy igen. ú szín is csináltam nagyon sok. De től. hát az csak egy ideig lehet, és amúgy nem, nem is de annyira figyelj, hatásos. Most nem, nem mondom ezt a kommerszumát, hogy de neked jól áll, mert tud, én utáltam, amikor ezt mondták, de azért én öltem volna, ha ennyi hajam lett volna. Na, mindegy. Okay, ja, szóval, igen, igen tehát nem, 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 volt, nem volt hajad <laughs> igen? annyi, ö, vagy hát kopasznak tűntél, mm -hmm. igen, meg, meg hát egy kicsit olyan jobban el voltál így Nem mondom, hogy nem mondom, hogy kövér voltál azt mondom. többet sziasztok a bögrét elviszem. És aztán ehhez képest egy pár éve, talán két-három éve COVID. El, elkezdtél posztolgatni magadról fotók. Egyrészt lett hajad, azt majd elmesélek, hogy hogy, mert azt nem. Másrészt viszont csefetül kigyúrtad magad. De nagyon aranyos vagy, amikor ezt mondod, de aki tényleg ki van gyúrva, az ilyenkor azt mondja, hogy vak ez a gyerek, nem látja, hogy nincs kigyúrva? Szóval én más nevezek kigyúrtnak. Magamhoz hát, Jó, képest, nem vagy teletönve mindenféle izével, hanem kisportoltad magad, akkor így... Magamhoz lesz. képest tényleg változott a testem. Egyébként kilóban úgy, azért ez nem egy olyan nagyon nagy dolog, mert úgy értem, hogy nem, nem, az volt, hogy, hogy 80 voltam, és most 72 vagyok, hanem ott is ilyen 68-73 között mozogtam. Öm, és a Covid alatt volt az, hogy, hogy egyébként a pszichológusom azt mondta, hogy, hogy André valamivel le kell foglalnia magát, meg fog őrülni. És, és, akkor elkezdtem ilyen saját súlyzós edzéseket, meg, meg azért ezt Végülis nem mondom a nevét, úgyhogy lehet mondani azért, hogy meg tudtuk oldani a konditermet is, uh -huh. így jó magyarosan, okosban tudod lemenni. Ö, és De ez nem egy ilyen tudatos volt, hogy na most akkor énok, én... Most Hanem én. akkor csak unaloműzés, hogyha az jól az értem. Abszolút unalom, uh -huh. unaloműzés Hát egyébként volt. az egyik legjobb dolog, amit tehettél, szerintem unalmadban, mert nyilván Igen. az egészségednek is jó, meg hát valószínűleg az önbizalmadnak is jó, nem? Hú, látod, ez nagyon-nagyon érdekes. Én amikor uh, volt egy ilyen fotósorozat, amikor így úgymond levetkőztem, de most ezt úgy kell értelmezni, hogy, hogy mit tudom én, volt olyan, hogy, hogy félmesztelen, fél hogy mondják Hát ezt? olyan van, hogy félmesztelen. Igen, tehát hogy volt rajtam, ja, vagy, vagy olyan is azt hiszem, hogy nem volt rajtam, de szóval nem full mesztelen voltam. Hih -hih. Ú, és utána új jöttek a, a mindenfajta hájpolások, meg mindenki ezzel megkeresett, meg stb. És esküszöm, hogy lelkileg akkor voltam a legrosszabb állapotban komolyan. De, hát akkor minél magánéleti dolgok is voltak, meg szakmai, meg meg lehet ilyen, ilyen middle age crisis, nem tudom, de hogy... Hát ez van. Az ismerős? Van. Hát is ismerős. te még? Egy, Most év van, tudod. én egy évvel idősebb vagyok, mint te. Nem. De 81-es vagyok. Úgyhogy tudom. De nem bízel ki hát amira. a, a hajam is milyen. Köszönöm. Na, de szóval, hogy akkor... És akkor de krízisben? Nem. Krízis. Krízisben voltál? Krízisben voltam. Öh, Ö, nem akarok én nagyon drámázni, de nekem volt konkrétan egy olyan, olyan, ez egy régi sztori, de tudom, hogy ez lesz a címe: hogy André öngyilkos akart lenni, ne. de konkrétan volt egy olyan időszak, amikor így elkezdtem nézni ö, a neten, hogy hogy, ö, hogy lehet a legfájdalommentesebben meghalni. Hát ez nem hangzik jól? Nem. Nem. És akkor mentem De sose a jutottam ha? el oda, hogy, izé, hogy most tudok. Izé, nem. De úgy, úgy, úgy elkezdtem gondolkodni, hogy, hogy fú, figyelj, ez az egész, ez annyira, annyira, ó, annyira nem. Működik. De mi vihet ilyen mélyre? Ö, akkor nekem minden összejött. Tehát összejött a, a szakmailag nem, nem minden úgy alakult, hogy szerettem volna. Itt persze az emberek nagyon sok mindent nem látnak. Ö, Nekem voltak nagyon-nagyon komoly külföldi ö, lehetőségek, aláírt szerződések, olyan olyan műsorok, amik amik ö, Európa szerte is nézhető, meg látható, meg ismertek. Ö, és az utolsó a mégse, és akkor valaki úgy döntött, hogy mindegy. Tehát ilyen szakmai dolgok voltak, magánéletileg akkor ö, akkor volt egy ilyen nagyon nagy törés, egy hét éves kapcsolatom ért véget, és ö, és, és minden valahogy így, így tud, így összejött. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy lesötétített szobában otthon ültem, és zokogtam, és vágtam az ereimet. Nem, de, de amikor, amikor, azt gondolom, amikor ilyesmi megfordul a fejedben, és, így, így és ahogy kutakodtam, akkor így elgondolkodtam, hogy ó, ez, ez itt valami nagyon nem jó. És uh -huh. mi húzott ki belőle? A drogok és a porno. Nem, <síns> <síns> viccelek, Mi húzott ki belőle? Ez jó kérdés. A fogalmam sincs, mi húzott ki. Valahogy, valahogy, ugye akkor én már jártam pszichológushoz, uh -huh. ez nagyon fontos, szerintem, meg nem kell megvárni, hogy, hogy nagyon nagy baj legyen. Én mindenkinek javaslom a, a, a mentál higiéniás, higién higiéniás? Higiénés. Higiénés dolgokat. Nem tudom hogy mi húzott ki belőle, úgyhogy lehet, nem, hogy csak az benne le vagyok, hát, hát vagy nem. Nem nem úgy, mint aki most nagyon belül. Nem, nem vagyok. Valahogy így, így szépen így, így alakult. Ö, gondolom a COVID-nak is vége lett. Ö, jött akkor egy új kapcsolat, akkor a szakmai dolgok is beindultak. Ö, de egy biztos, hogy megtanultam azt, hogy nem lehet ö, ilyen mérelemenni uh -huh. még egyszer. Már most már hát tudom a technikákat és meg tudom figyelni magamon, hogy. Ja, hogyha már. Következik Igen. az a fázis, akkor akkor tudod magadat Igen. figyelmeztetni, és hajadnál fogva kirángatni? A hajamnál ki kitépen magam. Ezt úgy szokták mondani, amikor elkezdődik ez a deprimálódás, akkor, akkor nagyon oda kell figyelni, hogy hogy semmi extra, de akkor így, uh -huh. akkor arra, figyelek. Na, akkor hogy hogyan lett hajad? Ez nem titok, kedvenc témám, Jó. de azért, mert ezer éves ami ismerettségünk azért erről beszélek. Szóval, hogy a hajbeültetés az nem egy csodaszer, tehát azt tudni kell, hogy nekem például három volt. Mire mm. azt kezdtem el, és ez ugye három év, észrevenni, hogy ja, akkor már nem kell poroznom magam. És egyébként ma már nagyon sok olyan extra lehetőség van a férfiaknak is, amivel dúsíthatják a hajukat. Nem paróka, nem izé, tehát nem erről beszélek, mm. hanem három hanem, hanem ilyen aprókoskodások vannak. Ö és és innen ültették át, innen oldalról? Ahol innen volt... oldalról, hátulról ö ültették át, és, ö és igen. És mi változott Ad attól, hogy újra lett hajad? Tudom, Amikor... hogy hülyén hangzik, de szerintem ez egy nagyon fontos. U, most látom, most bezártam. Látom. Na, de... De, mert ez egy... de egyébként ez egy, fontos... <gül> <gül> ez egy fontos kérdés. Ö, szóval, hogy ez, ezt nagyon sokan ö, mondták már nekem, é, ne, nem csak nekem ezt lehet olvasni, és hogy, hogyha valaki attól várja a csodát, hogy magán változtat valamit, tehát hogy mondjuk nagyon nagy melleket csinált, vagy bármi apró dolog, azért nem fog az élete megváltozni. Tehát... Ö, én nem mondanám, hogy nekem a, a azok után után lett haja, most akkor az lett, hogy fú, figyeltek. Nagyon De nem, nem, nem vagy magabiztosabb biztosabb? Hajjal, meg, hmm. meg, meg kisportolt testtel? Én olyan érdekes, mert hogy én nem, nem, így gondolok. Én úgy alapjában véve jól érzem magam, és most már ahogy így, így kezdek idősödni, bizonyos dolgokkal már így megbékélek, már nem, nem ezt tartom, nem feltétlenül a külső meglenése teszem a hangsúlyt, még ha úgy tűnik is, de, de tehát nem, nem ez az elsődleges, de jól érzem magam úgy, hogyha rendben van a testem, meg hogyha rendben vagyok. De nem úgy gondolok erről, hogy na most akkor új, én nagyon magabiztos lettem, és, és őrületesen nagy arcom lett, vagy nem tudom. És hogy érzed, a karriered az hol tart most? A karrierem. Hmm. Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy, hogy, hogy nagyon jó helyen, és nem akarok ilyen, ilyen PR szöveget nyomni, hogy minden a legnagyobb. Ö, én nagyon örülök, hogy, hogy, hogy amit felépítettem, az működik. Én professzionális, én előadóművész vagyok, ebből élek. Ö, egyre inkább kezdem azt érezni, hogy vannak olyan dolgok, amik, amikben már nem szeretnék részt venni, persze mindig odahívnak. De mi, ez például, vagy mik a, ezek? olyan műsorokban, ahol, ahol, ahol ö, eddig is igyekeztem azért olyan műsorokban menni, ahol, ahol azért ez ének és valahogy megjelenik. Jó, mondjuk a stárban, van, az Eurovízió, meg mit tudom én, mi ezek konkrétan erről szólnak. mondjuk a Farm, vagy a Konyhafőnök, VIP, ö, azok ugye abszolút nem az énekléstől szólnak, de az a, ez a két műsor, ez nekem nagyon nagy kihívás volt, mert egyik dolgot se szerettem, sőt nem is szeretem a mai napig. Tehát sem a, a, a főzést. főzést, meg a földmunkákat, -hát, vagy a, az -hát. állattartást, meg ezeket így nem. De valahogy én egy ilyen örök optimista vagyok ebből a szempontból, mert érzem azt, hogy jönnek még olyan feladatok. És ilyenkor szokott megtalálni mondjuk a színház, mert ugye én színházban is uh -huh. dolgoztam, nem egy-két darabban, de de a várokozó állásponton vagyok, tehát nem mondanám azt, hogy nem tudnék többet dolgozni, de olyat szeretnék csinálni, ami amihez van kedvem. Aha, tehát vársz valamit, ami igazán testhez áll. Uh -huh. de, de mindig jön valami. De, tehát akarom mondani, hogy azért általában jönnek ezek? Alakul, uh -huh. de, de tény is való, hogy azért nagyon sok olyan van, ami ahova mondjuk megkeresnek, vagy sok olyan műsor van, ahol megkeresnek, és, és akkor így azt mondom, hogy, hogy ó, nem, hogy ne haragudjatok, nem. És ez ilyen izének tűnik, hogy olyan milyen nagy arca van, hogy itt. de, de valahogy nem is tudom, ki mondta valami, nagyon reggel beszélgettem erről, Ö, és ő mondta, hogy, hogy ja igen, tudom, de hát, ö, a nagy öreget ezt most úgy Én kérdez. ezt akartam, hogy bárki is az hogy fog örülni. Hogy, igen, hogy, főleg egy van tetsz, szó. szóval, mindegy, egy, nagyon ismert énekesnőről hát, hát van szó. -e, hogy ki az. Nem öreg? De nem öreg, hanem, hanem nagy úgy öreg, értem, hogy igen. Ő, én nagyon-nagyon szeretem őt tényleg. Uh -huh. A Szulák Andréáról van szó, hogy, és ő mondta, hogy, hogy figyelj, nyugi, tehát, hogy nem, nem kell mindig mindenütt ott lenni. Hidd el, hogy, hogyha meghúzod a hatát, akkor előbb-utóbb azok a műsorok, azok a felkérések, és egyébként ez tényleg így van az eddigi karrieremből is kifolyólag, megjönnek, ö, úgyhogy, úgyhogy ö, már nem kapkodom, meg is azt gondolom. Húztál egy határt egyébként a, a bulvárban is? Igen. Úr, uh, most jön a magánélet. Igen, 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 igen. De nem, tehát hogy igen, szóval, hogy, hogy most is beszéltél róla, hogy voltak. Igen kapcsolataid, amiknek így úgy amúgy vége lett, feltételezem, hogy a 7 éves kapcsolatodnak nem úgy lett vége, hogy te akartad, mert akkor kb. nem mentél volna tönkre. <laughs> te olvastál erről valamit? Nem, ja, hanem nem csak, csak most én... gond, erről éppen nem olvastam, te csak gondolkodtam. Fiúval. Mert hogyha te akartál volna szakítani valakivel, és szakítasz, akkor talán utána nem akarod megöngyilkolni magad. Igen. Jó, úristen, vagy most úgy tűnik? Aha, jó, oké. Okay. Hát mert úgy, én úgy értettem. Ö, igen, de... Jó. A, a, a sztori az, hogy egyébként pont a hét éves kapcsolat után nekem volt hogy egy olyan évem, hogy én olyan jól éreztem magam, hogy azt mondtam, hogy atyúristen, gyerekek, ez, ez, ez az ez életcsodája, tökéletes, minden volt akkor tényleg, tévé, izé, külföld, a magyar, minden. És utána indult be, amikor valahogy egy év után meg egy kicsit le, lecsillapodott minden, és akkor rájöttem arra, hogy Ú, hát ó, ez, ez hét éves kapcsolat, mennyire jó lett volna, de ma teljesen őszintén mondom, nagyon-nagyon hálás vagyok az illetőnek, de nagyon-nagyon köszönöm neki, hogy hogy ennek véget vettettünk. Azért tudod, egy hiteles kapcsolat az nem így záródik le. Mm. Tehát ott voltak próbálkozások, mindkét irányból, de aztán végül is ő volt az, aki azt mondta, hogy na, ne fejezzük be, és aztán ott már be is jött valaki a képbe, és így utólag nagyon-nagyon örülök neki, mert, mert ha visszagondolok, elképesztő sok minden történt azáltal, hogy mi már nem vagyunk együtt, vagy nem voltunk uh -huh. együtt, vagy hogy kell. Mondjam. Hát, hogy jöttek újabb lehetőségek, vagy úgy mondjam? Tehát, hogy ö, minden, téren. minden téren. És nagyon sok új élmény. Te, te is kinyíltál valószínűleg utána, abszolút. a gyászidőszak abszolút. után, ö, jobban kinyíltál, és akkor és akkor több minden behatás érhet. Abszolút. Abszolút. És, ö, és, és, és ö, tényleg, volt, nem tudom, neked volt-e ilyen pont az életedben, amikor így, én nekem annyira előttem, hogy ez hol történt, ö, hogy ültem valahogy, és így rájöttem, hogy atyaig mennyire jó, hogy nem vagyunk együtt, mert esélyem nem lett volna mondjuk ideig eljönni, cirkusz nélkül, veszekedés nélkül, stb. És amikor le vagy lazulva, és jól érzed magad, és úgymond elengeded a kapcsolatot, de úgy, hogy közben hálás vagy az illetőnek, tehát hogy én, én tényleg Persze, nagyon sokat aha. köszönhetek neki minden téren. És amikor egyedül vagy uh -huh. bizonyos időszakokban, akkor, ha, akkor castingolsz? Nem. Hogy ő, ugye volt egy, egy külföldi kapcsolatom, vagy egy, egy Los Angelesben volt a legutóbbi párom, és érdekes módon még működött is a dolog. Tehát ezért havonta ő jött, én mentem, meg kint voltam, mit másfél hónap volt, akkor ő jött kéthetet. És nem egy megkeseredett öreg ember mondja ezt, esküszöm, de én most kezdem azt elfogadni, hogy nem feltétlenül van mindenkinek megírva az, hogy neked párkapcsolati téren kell kibontakozni. A környezetemben, amit látok, ott ö, amit én látok, az nekem annyira nem ö, feküdne, vagy tetszik. Ö, akár az, hogy kinyitunk egy kapcsolatot, vagy, vagy akár az, hogy ahogy zajlik, vagy... Szóval, hogy én, én így jelen pillanatban jól érzem magam, ö, és nem, nem, tehát hogy én nem, soha nem voltam kapcsolatfüggő, hát ezért is nem volt azért annyian sok komoly kapcsolatom. És, és jól érzem magam is, hogyha az dobja a gép, hogy, hogy, hogy nekem nem lesz, pá, nem lesz, párom, már nem bírok beszélni, szóval hogy nem lesz párom, akkor, akkor megpróbálom azt élvezni, hogy, hogy egyedül vagyok. És lehet egyébként, tehát hogy nem kell arra gondolni, hogy itt most ez ilyen szomorkodással telik. Szóval, hogy én élvezem a szabadságot, élvezem az életemet, de persze nyitott vagyok. De casting így nem, tehát nincs az hogy ú, minden applikáció, és, és akkor Tinder, és akkor gyere, valaki kell. Mert megyek esküvőre, kell, hogy valakivel menjek. Nem, nem, nincs. És külföldön munka van kilátásban? Nincs. <laughs> nem, ah, nem de volna... miért nincs? Tehát, hogyha Ö... ilyen külön, tényleg ilyen különleges adottságod van, képességed most már, uh -huh. hogy akkor azt hogy, hogy nem lehet, vagy nem tudod a világban eladni. A Covid az nagy, nagy, vízválasztó volt. Tehát én előtte tényleg Kínától Amerikáig, Európában szinte mindenütt nagyon sok helyen énekeltem. A Covid-nál hatalmas recsenés volt, tehát olyan, olyan hogy megőrülsz, és tudom, hogy annak már két éve, vagy most nem tudom mennyi, de azt figyelem meg, hogy a, a mi korábban az ügynökségek, még ebben a kategóriában, az úgynevezett prémium kategóriában is, nem igazán számított. Tehát Magyarországon laksz, jó, ennyi a felépti repülője a repülőjegy, izé, most már nagyon megfigyelik. Uh -huh. Tehát most már, most már az van, hogy hm, ha Budapesten jön valami nemzetközi ö, dolog, akkor akkor esetleg szólnak, de kiutaztatni már nem nagyon szeretnek, uh -huh. ö, a minden egy kicsit olyan lejjebb került, az, ö, az á, árak lejjebb mentek. Ö, de biztos, hogy lesz. Tehát, hogy én nem, nem mondom, hogy nem, de most egyébként per most nyáron nekem nincs, nincs külföldi fellépésem. De a magyar fellépések azok hasítanak. Azt mondod, hogy magyar fellépések sincsenek. Nem, de, hogy de a, ezt akarom kérdezni, hogy de, hogy az, ahogy, ahogy, ahogy mondtad is, hogy ebből élsz professzionálisan, ez a munkát, stb. Tehát, mm. hogy abban azért egy, egyfajta kiegyensúlyozottság most már beállt. A... Én sose voltam ilyen hakni király, mint XY, <laughs> akik jöttek haza az autópályán, ez egy ilyen híres sztori, de mindegy, és akkor a menedzserének szólt, hogy oh, itt van egy diszkó, akkor fordulj már be, meg, hogy nem kell nekik a műsor, és így mondom, ez, ez komoly, és a menedzser mondta, hogy igen, komoly. Jó, de szerintem ez mondjuk a 90-es években lehetett. Nem. Nem. Ez a 2020-as években. milyen Úristen, de nem mondtam pletkás hogy... Hát sajnos. Nem, nem de benne de benne hogy... bebeállni. <laughs> nem, nem, ezzel semmi baj. Tehát figyelj, én azt mondom, Nekem egyszer volt egy olyan napom, hogy három fellépésem volt. Budapesten kezdtem délőt, utána Nyíregyháza és Szeged a szabadtéri. Ah, Mindez 40 fokban, emlékszem, hogy őrület volt, és azt mondtam, hogy leborulok azok előtt, akik ezt csinálják úgy, hogy, hogy mondjuk péntek, szombat, vasárnap, mert elképesztő kegyetlen, egyébként lélekölő. Mondjuk, ha lébekelnek úgy könnyű, de hogy, 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 én ezt nem irigyeltem soha. Én örültem annak, hogy nem voltam soha Hakni király, hogyha engem elhívnak, akkor ez mindig egy önálló koncert, vagy zenekarral, vagy egy-két zenésszel, és, és nekem ez tökéletes. Még azt jutott most eszembe, és aztán mindjárt befejezzük, hogy, hogy, egyébként, tehát ahogy itt most beszélgetünk, és így viccesen mondtam, hogy milyen plegykás vagy, amit egyébként én pozitívumnak fogok fölmerni, én, én, imádom a plegykákat, és nagyon szeretek plegykálni is, Ú, nyilván egy szűkebb nyilvánosság előtt. Na, de hogy, de hogy, olyan jó a dumád, meg olyan vicces vagy egy csomószor, hogy nem hívtak még így valahova így, így dumálni, beszélni, úgy szerepelni. Nem. Na, hát ez, ez Soha. egy nagyon nagy hiba. Úgyhogy nem tudom, melyik kamerába kell néznem, de, de nem is egyébként, egyébként ezen pont kiborultam a horvát beszélgettem, és mondt, hogy volt ilyen casting, olyan műsorvezető, izé, én nem is gondolom, hogy, tehát, hogy én biztos, hogy nem lennék olyan jó műsorvezető. Nem műsorvezetőnek gondolom, hanem. Hanem csak úgy izibe értem, hogy beszélgetést izibe, de hogy hogy vannak olyan. Mert ugye ma Magyarországon a műsorvezetés, vagy hosszú vagyok, szóljál, nem, rám, vagy nem nem, a, nem, nem, nem. Valszam hogy ne legyek sok, hogy mindegy, mit akartam mondani. Hát, hogy a horvát évet hívják castingokra téged, meg nem ez ja, a bajot. Igen, és hogy, hogy, hogy például olyan embereket beültetnek zsűrikbe, ö, és most félrétésnestig tudom, hogy mi van mögötte meg. Erről ezt szerintem mi beszéltünk. Igen, Instán, igen, igen. Instán, hogy így igen. Ö, hogy azt mondom, hogy nem hiszem el, hogy, hogy, hogy mondjuk, hogy, hogy miért mindig ugyanazok az emberek jönnek, mi alapján történik itt a történet, de semmi baj. Ha kell, majd megtalál ez a feladat. Legyen így. Ámen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást. 98.6 FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.